Így néztek ki a házak és a szántóföldek a 2016. júniusi jégeső után, amely leginkább a Szatmári térségben pusztított. A felmérések szerint a megyében 112 települést érintettek a vihar és jégkárok. Az adatok szerint a határidőig 996 gazdálkodó élt a kárbejelentés lehetőségével, összesen 14.334 hektára. Az agrárkárenyhítési rendszerben résztvevő gazdálkodóknak 15 napon belül kellett bejelenteniük kárai, majd benyújtani kárenyhítési kérelmeiket. A kárenyhítési alapban 2017 elején 24 milliárd forint volt, amely elegendő a kifizetésekre. Akinek a bizonyos önrészvállalása ez a 20%-ot meghaladta, azok az én információim szerint mindenki meg is kapta, úgyhogy akik várnak, esetleg csalódás érheti, hogyha valamire várnak, mert azoknak a hozamkiesésük nem érhette el azt a bizonyos százalékot vagy nem tudom, milyen más probléma kerülhetett abba, hogy, hogy esetleg eddig nem kapta meg. A megyei agrárkamara elnöke a terület alapú támogatások kapcsán kitért arra is, a támogatást 41 jogcímen országosan 179 ezer, a megyében pedig 22 ezer gazdálkodó igényelhette. Több jogcímen elmaradtak a kifizetések, ezek egy részét azonban hamarosan megkaphatják a gazdák. Az AKG kifizetéssel kapcsolatosan az én információim szerint mindazok megkapták a második részét is ennek a kifizetésnek, akik problémamentesek voltak, akikkel problémák voltak és egyeztetéseket folytattak le. Ezeknek a véglegesítése, ha megtörtént, akkor rövid időn belül ki fogják fizetni. Ha a további egyeztetésekre van, nincs lezárva az ügyük, akkor pedig a további egyeztetés elhúzhatja még ezt az időszakot. Kevés olyan gazdálkodó van, akiknek ez a problémás esete áll fent, hogy még valamilyen egyeztetések miatt nem kaphatta meg. A kérelmek beadási határideje már lejárt szankció ellenében ezeket azonban június 9-éig még lehet módosítani. A támogatás mértéke tavaly óta nem változott, egy hektára átlagosan 70 ezer forintnyi segítséget kaphatnak a gazdálkodók.